Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! A szokásoknak megfelelően ezúttal is a Percelek temetkezési helyén emlékezett meg a város október 6-áról, az aradi vértanúk történelmi nagyságát ezúttal Tóth Bence földrajz történelem szakos tanár méltatta. Arad, örök magyar gyász szép arája, felét suhan ma sóhajunk, felét. Ki élsz sötétben és némán, az árva maros mentén, mely zúg magyar zenét. Kesszer Tamás a Petőfi Sándor evangélikus gimnázium tanulója Juhász Gyula Arad című versét mondta el a Percelek temetkezési helyén tartott megemlékezésen. Az ünnepi beszédet ebben az esztendőben Tóth Bence történelem tanár tartotta, megemlékezve az aradi tábornokok hősiességéről és hazaszeretetéről. Kiemelte a magyar történelem oktatás súlypontos elemei azok a nemzeti katasztrófák, melyekből a magyarok vesztesként jöttek ki, mégis erős nemzeti edzették ezek a sorscsapások. Mindig csak a rossz, a negatív dolgokra emlékezünk, csak azokat emeljük ki. Gondoljunk csak bele, miket ismerünk általában a magyar történelemből. A magyarság kikapott Merseburgnál, vereséget szenvedett Augsburgnál, Muhinál a tatársereg győztele, Mohácsnál a török. Elbukott a Rákóczi, és épp úgy a 48-49-es szabadságharc is. Vereséget szenvedtünk az első világháborúban, a második világháborúban, és még az 56-os forradalom is hamvába holt. Ennek ellenére mégis itt vagyunk, a Kárpát-medence legerősebb, legnagyobb létszámú nemzeteként. Továbbra is meghatározó szerepet töltünk be a Kárpát-medence, és gyakorlatilag ezzel egész Közép-Európa, és talán egész Európa történelmében is. De miért is lehet mindez? Azért, mert az imént felsorolt, mondjuk így, vesztes csaták, forradalmak, szabadságharcok után a magyarság mindig fel tudott állni, mindig erőt tudott belőle meríteni. Az eseményekben nem maga a tény, a győzelem vagy a vereség ténye a fontos, hanem hogy a magyarság ezekből a történésekből levonja a szükséges következtetéseket, és ezek üzenetére koncentrált. Ezt az üzenetet pedig nem csak megértette, de beépítette az életébe, beépítette a mindennapjaiba is. Mire is emlékezünk a mai napon? Mi 1849. október 6-a üzenete számunkra? 170 évvel ezelőtt, október 6-án egy heroikus és csodálatos szabadságharc bukott el. Hiszen október 6-án az aradi vár udvarán, a bressai hiéna hajnók parancsára a forradalom és szabadságharc 13 tábornokát végezték ki. Közülük 4-et golyó általi halálra ítéltek, ezzel megkegyelmezve nekik. 9-et azonban rablógyilkosok és köztörvényes bűnözők módjára, vitófára, kötél általi halálra ítéltek. Azon nap történéseiben mégis az a legérdekesebb, ahogyan ezek a férfiak kiálltak oda, és emelt fűvel vállalták a sorsukat, hiszen tudták, hogy az, amit cselekedtek, amit tettek, az sem a későbbi korok ítélete, sem a jog, sem pedig Isten törvényei szerint nem volt bűn. Sok száz évnyi szenvedés és tűrés után végre felemelte a szavát, és azt mondta, hogy elég volt, hogy Magyarország a magyaroké, hogy Magyarország a szabadság és a jog földje, és hogy ezt az ősi rendet helyreállítsák a Kárpát-medencében, a Magyar Királyság területén. Ezért képesek voltak kiállni, fegyvert fogni, és akár az életüket is feláldozni. Ha már azzal kezdtem, hogy emlékezünk, hát erre emlékezzünk. Az ünnepség záró motivumaként a város vezetői és a társadalmi szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés és a tisztelet koszorúit. A kormány és a Bonyhádi önkormányzat is támogatja anyagilag a Bonyhád-Majosi egykori katolikus kápolna épületének felújítását. Ezzel kapcsolatban csütörtökön tartott közös sajtótájékoztatót Filóni Ferenc Ibolya, település polgármestere, és Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A belső sarok, ez lesz levágva. Itt nem 90 fok lesz, hanem két ilyen 45 fokos betöréssel. Ugye? Igen. Ez a lényeg. Vigand István plébános mutatja, hogyan alakul majd át a katolikus gyülekezet kápolnája. Az épületet az ide települő székelyek alakították át, ám ez megsínylette az építkezést. A Majos Értékeit Őrző Egyesület kezdeményezésére indult el egy folyamat, mely egy térben hasznosította a házat, s válhat majd kápolnává és közösségi épületté. Volt egy olyan egyesület, amelyik még a 90-es évek elején alakult, civil egyesület,
aminek nagyon jó érdekérvényesítő képessége volt. Ebben az időben készült el Majoson a gáz, a szennyvíz, és Majosnak kábel-tv csatornája is volt már a 90-es évek elején. Ez az egyesület tisztán civil egyesület volt, mindenféle politikai tevékenység nélkül. Ez nagyon fontos, és nagyon jó eseményeket szerveztünk, és ez bizonyos okok miatt, elsősorban családalapítás és munkahely keresések miatt ez megszűnt. Viszont most újra élet néhány éve, az első hívó szóra, a részben a régi tagok, de csatlakoztak hozzá új tagok is, akik nagyon aktívak, és újra élet az egyesületi élet. Viszont nem volt helyszíne, és itt egy nagyon szerencsés találkozás érdek azonosság jött létre. Megkerestük a katolikus egyház plébánosát, aki egyből igent mondott arra az együttműködésre, hogy mi megpróbáljuk ennek a felújításnak a költségeihez előteremteni az anyagiakat, ennek fejében pedig használhatjuk az épületet. Nagyon örültem a civil szervezet megkeresésének, és teljes mértékben együtt működünk ezzel a gondolattal, ezzel a kezdeményezéssel. Lesz egy újabb szintere a találkozásoknak, nem csak a katolikus hívek részére, hanem eddig is gyakorlat volt, hogy az evangélikus testvérekkel is itt összejöttünk, és közös ünnepeket tartottunk. A kezdeményezés tehát megvolt, csak hogy az épület felújításához jelentős finanszírozásra lett volna szükség. Bonyhád város önkormányzata azonnal a városrész segítségére sietett. Szerintem elsőként azt nagyon fontos kiemelni, hogy a majosi lakosság egy összetartó közösség. Ennek az összetartozásnak már nagyon sokszor tanulja elét adták, több alkalommal is, és több módon is. Említhetném akár a majosi futballt, hiszen ott is nagyon nagy az érdeklődés és az összetartás, de akár a hitéletet is, ahol most vagyunk. Ahol most vagyunk, az a katolikus egyház tulajdona, de a majos értékeért egyesület az, aki bérlője ennek az ingatlannak, és az egyesület már önkormányzathoz is fordult támogatásért azért, hogy ez az épület megújulhasson. Bonyhádváros önkormányzata a célt és az értékeket támogatva 2 millió forinttal támogatta ez évi költségvetésből ezt az egyesületet. Természetesen ez az összeg nem elég ahhoz, hogy ez az ingatlan megújulhasson, de mindenképpen jó helyre került, és bízom abban, hogy hozzájárul ahhoz, hogy itt minden úgy alakuljon ki, és úgy épüljön meg, ahogy azt ők szeretnék. Eszmeiségben a civil szervezet az önkormányzati és az egyházi célokhoz nagyon közelének érzi magát. Tehát itt nem egy buli központot akarunk létrehozni, hanem szeretnék megteremteni annak a lehetőségét, hogy mindenki, aki Majoson a civil élet értékeit fontosnak tartsa, legyen egy normális környezete. Az egész falunak egy óriási fejlődés, hogy egy falu központjából levő épület megújul, és minőségi lesz. A kezdeményezéshez a kormányzat is támogatást nyújtott. Nem csak a szentmisék alkalmával gyűlnek itt össze a majosi, a katolikusok és evangélikusok egyaránt, hanem különböző a városrészt érintő ünnepek alkalmával. Ezek általában egyházi ünnepek, de közösségi események is, és ezért igazából az egyházi célok mellett egy közösségi célt, vagy közösségi célokat is kialakít, vagy kielégítene ez a beruházás. Gulyás Gergely miniszter ura a saját miniszteri keretéből támogatja a beruházást 80 millió forinttal. A jelenlegi tervek alapján a felújítási munkálatok a tavasz folyamán indulhatnak el, és várhatóan még a jövő év végére be is fejeződnek. 20. alkalommal rendezték meg a Tolna megyei honismereti találkozót. A helyszín ezúttal Bonyhád városa volt, ami több szállal is kapcsolódik a Tolna megyei Egyed Antal honismereti egyesület kutatásaihoz. Az ember számára fontos, hogy hely történetét, akár családjának a történetét ismerje. A honismeret pontosan erre kínál megoldást. Tolna megyében a honismereti tevékenység végzésének nagy hagyománya van,
hiszen a megyében működik az Egyed Antal Honismereti Egyesület, ami már lassan 30 éve tevékenyen végzi a munkáját. Bonyhádon a 20. honismereti találkozó szervezte meg a Gesztesi Enikő vezette egyesület, ahol többek között a tagok éves munkájáról és a kiosztott díjakról is szó esett. Találkozó az egyik legfontosabb összejövetelünk, tulajdonképpen háromszor gyűlik össze az egyesület. Ezt a megyei találkozót valamelyik helységében tartjuk Tolna megyének, és most kaptunk egy felajánlást, hogy Bonyhádon tartsuk, és hát nagy szeretettel jöttünk ide. Polgármester asszony és közössége anyagilag és mindenféle szempontból támogat minket. Ezen kívül szeretném kiemelni Aradi András Esperes urat, aki felajánlotta a gyülekezeti termét, és hát itt azt hiszem, hogy nagyon méltó megünneplése lehet ennek a megyei találkozónak. A találkozón mindig egy témát járunk körül. Most a bonyhádi új kutatásokat, a források vizsgálatát és a legújabb könyveket fogjuk bemutatni, és ezen kívül a megyei találkozókon adjuk át az országos és a megyei kitüntetéseket. Jó magam emlékérmet kaptam a nyáron Budapesten, én ezt már átvettem, helyesebben az akadémián. Az egyesület elnöke azt is kiemelte, hogy az idei évben különösen büszke lehet a honismereti egyesület szakértőjére, hiszen munkájának köszönhetően emléklapokat osztottak ki a tagok között. 6 emléklaposunk van még az egyesületben, illetve a megyei kitüntetés az úgynevezett Egyed Antal díj egy közösség kapja meg, a Sárszentlőrinci közösség, illetve Horváth Endréni, aki az egyesületnek a titkára volt hosszú ideig. A rendezvényünk végén megnézzük a fontosabb nevezetességeket, Egyed Antalnak a kis tábláját is meg fogjuk koszorúzni, ha már itt járunk Bonyhádon, illetve egy közös ebéddel fogjuk zárni a rendezvényt. A Szekszárdi Egyesület találkozóján most már évek óta részt vesz a Vas megyei honismereti egyesület is, akik jó kapcsolatot ápolnak a Tolna megyei honismereti csapatokkal. Az egyesületük elnöke Zsámboki Árpád szerint fontos, hogy ezek az egyesületek segítsék egymás munkáját, azonban a tolnaiak és a Vas megyeiek között mélyebb kapcsolat alakult ki. A Vas megyei honismereti egyesület működését tekintve körülbelül olyan tradícióval rendelkezik, mint a Tolna megyei egyesület. Évek óta jó kapcsolatban vagyunk, tartalmi szakmai kapcsolatban és személyes kapcsolatban is a két egyesület között, és azért ki kell emelnem ebben a riportban, hogy vannak közös összekötő szálak is a két terület között, bár nagyon messze esik egymástól. Hát itt Tolnán megyében is nagyon tisztelt Béri Balog Ádám, ott született Vas megyében. Ezen kívül a szekszárdi Auguszt családnak is voltak Vas megyei vonatkozásai. Tehát ezek a történelmi előzmények, de tulajdonképpen a jelenkor történései, a közös szándék és a sok-sok közös program hozott tulajdonképpen engemet is ide, mint a honismereti szövetség alelnökét és a Vas megyei egyesület elnökét. Egymástól sok mindenben tanulunk. Akadémiánknak rendszeres résztvevői a Tolna megyei kollégák, és mi is eljövünk, amikor ilyen nagy események vannak. Tehát a kölcsönös figyelem, tájékozódás, egymás munkájának segítése, és hát az országos elnökségben is együtt dolgozunk, mint megyei elnökök, úgyhogy ezen túlmenően a sok-sok személyes kapcsolat, amit kialakult az elmúlt évtizedekben egymás között, az engem ide visszahoz ebbe a szép vidékre és a kellemes borvidékre. A honismereti egyesület megyei találkozóján ugyan Filóné Ferenci Bolya Bonyhád polgármestere nem tudott részt venni, a város alpolgármestere kiemelte köszöntőjében, Bonyhád örömmel adott otthont a 20. megyei találkozónak, különösen azért, mert a város is gazdag történelemmel rendelkezik, amit kutathatnak a történészek. Idén is megtartották a bukovinai székelyek búcsúját. Az ünnepségen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki hangsúlyozta, a székelyeknek fontos, hogy megmaradjanak hagyományaik. Tisztelettel, szeretettel szólj az Isten anyjáról! A határon túli magyarok számára mindig fontos volt identitástudatuk megőrzése. Azok a leszármazottak, akik az idők folyamán valamikor bevándoroltak az anyaország területére, hosszú évekig, akár évtizedekig is megőrizték a székely hagyományaikat, szokásaikat.
A bukovinai székelyek búcsúján már évek óta hagyomány, hogy szentmisével kezdődik az ünnep. Utána pedig az öt bukovinai faluról szóló megemlékezések következnek. A búcsón részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki beszédében kiemelte, a székely mindig dolgos nép volt, az egy éve átadott székely portát is a két kezükkel építették fel. Többek között ezt is ünnepelték a búcsón. Erre az ünnepségre, illetve arra emlékezünk, hogy 30 éve áll ez a templom, és 30 éve jött létre egyébként ezzel nagyjából párhuzamosan a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, akkor még Székely Szövetség névvel, és éppen egy éve adtuk át a székelyportát, ezt a gyönyörű épületet, illetve a kialakított udvart, ami lehetőséget teremt arra nekünk, hogy évről évre itt össze tudjunk gyűlni, és egyébként a templom pedig lehetőséget nyújtott az elmúlt 30 évben, és reméljük, hogy a következő évtizedekben arra, hogy az ünnepeinket még teljesebben tudjuk megélni. Mint ahogy elnök úr is elmondta, itt sokszor a múltra szoktunk emlékezni, de sokszor nincs értelme már csak a múlttal foglalkozni, hanem a jövőbe kell tekinteni. Reméljük azt, hogy jövőnk is lesz, nem csak bukovinai székelyeknek, hanem magyaroknak és az egész magyar nemzetnek, ezért dolgozunk. Bukovinai székelyek búcsúján beszédet mondott Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is. Ő azt mondta, hogy a 21. században is fontos megőrizni a székely identitást, hiszen sok szép szokás és hagyomány kapcsolódik a bukovinaiakhoz. Manapság különösen fontos, amikor lehet látni, hogy mindenféle népség vándorol, a jó Isten tudja merre felé. Úgy gondolom, hogy mindenképpen nekünk bukovinai székelyeknek, amikor már meneküléstől fogva ugye mindig is egy kisebb közösséget alkottunk, és ezért mindig törekedtünk arra, elzárt helyen is voltunk, hiszen a Bukovina ugye egy tényleg távol eső rész volt, és ezért ragaszkodtak ahhoz a kultúrához, amelyet hoztak az akkori őseink, és nekünk meg különösen fontos, hiszen mekkora utat megtettek. Ha arra gondolunk tényleg, hogy Bácskába, a falu neveket megőrizték. Tehát mindenképpen szeretek volna visszaköszönni azok a dolgokkal. Ugye csak például Bács József falva, ugye ott volt József falva, itt meg Bács. Tehát megőrizték is. És úgy gondolom, hogy az énekek, azok a gyönyörű mondák, azok a hihetetlen szép mesék, amiket tényleg hallani, ez mind azért szolgált, hogy a gyermekeinknek átadjuk. És ez úgy gondolom fontos, kell, hogy legyen nekünk azokkal a sok hihetetlen kincsel, amit tényleg hoztak a bukovinai székelyek. Az elnök azt mondja, elengedhetetlen tisztelni a hagyományokat és erősíteni az identitást. Ezzel nyerhetünk egy közösséget, egy családot, ahova jó tartozni. Hát azért fontos, mert ha az ember gyökerek nélkül él, akkor avval az emberrel bármit meg lehet tenni. A gyökerekre fontos, hiszen a fa is kiborul előbb-utóbb, ugye, mert gyökér nélkül nem lehet. Hát még az ember. Fontos, hogy a gyökereinket ismerjük, de nem kell elrévülni a múltba, úgy gondolom, előre kell mindig tekinteni, és meg kell érjük a mindennapjainkban a székelységünket. A minden területen. Ez apró dolgoktól, az ételektől kezdve, a mondáktól kezdve, a beszédünktől kezdve, mindenben bele lehet csempészni egy keveset, ami a múltunkból van, és a jelenünkhöz szól. Ez fontos. A bukovinai székelyek búcsúján nem csak arról beszéltek, hogy fontos megőrizni a székely identitástudatot, hanem megemlékeztek az öt bukovinai székely település elhuntjairól is egy-egy koszorúval. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!